estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit azért hívtunk meg ma egy stúdióinterjúra, hogy értékeljük az elmúlt év eseményeit, eredményeit. Tartsanak velünk! Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, miniszter úr. Én is köszöntöm a kedves tévénézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert ugye véget ér hamarosan néhány nap múlva a 2016-os esztendő, és egy picikét tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, mi is történt 2016-ban, ugye a mezőgazdaság az egy növekvő ágazat, hogyan látja, hogyan teljesített az idén? A nemzetgazdaság növekedéséhez háromszoros mértékben járult hozzá a mezőgazdaság 2016-ban, mint a feldolgozóipar, amiben az autógyártás, gyógyszeripar, a műanyagfeldolgozás és más területek is benne foglaltatnak. Elmondhatjuk tehát azt, hogy az a tétel, hogy Magyarország mezőgazdasági ország és erős mezőgazdasági ország, az ezáltal is igazolódik, hiszen a gazdák teljesítménye az meghatározó a nemzetgazdaság fejlődése szempontjából. Nőtt a termelés, és a legtöbb növényi kultúrából évszázados rekordok dőltek meg. Elég itt a napraforgóra gondolni, de árpa, búza, repce is ebbe a körbe tartozik. Napraforgóból egyébként Európa legnagyobb termelői lettünk. A szarvasmarhállomány, a juhállomány is gyarapodott, a sertésállomány az csökkent, hiszen ebben az évben azért nagyon nehéz feltételek mellett kellett gazdálkodni. Elég a sertéspiaci válságra, a tejpiaci válságra gondolni, most baromfi influenza járvány van, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy szerencsés volt a csillagok állása, és mindig akkor jött az eső, amikor éppen kellett, és ez elég a termeléshez. Szerintem a legfontosabb az, hogy a gazdák a technológiát, a szakértelmet felhasználva egyre eredményesebben tudnak alkalmazkodni az időjáráshoz is, a támogatási körülményekhez, egyáltalán a jogi környezethez és a piaci versenyhez. Nem könnyű egyébként az Európai Unió belső piacán helytállni, hiszen orosz embargó, közel-keleti háborús helyzet azért jó néhány piacunkat elvette. Én látom az alkalmazkodást is, hiszen újabb piacokat is sikerült találni Kína, Japán, távol-keleti országok vonatkozásában. Tehát összességében dolgos, kemény esztendő van mögöttünk, de a foglalkoztatásban is előrébb tudtunk lépni, mint egy 17 ezerrel több új munkahely van az ágazatban, mint egy évvel ezelőtt, és 5 év alatt 50 ezer új álláshely létesült. Történelmileg is kiemelendő az, hogy a magyar mezőgazdaság 52%-kal tudta növelni a kibocsátását 6 év alatt, tehát ez a forintban kifejezett termelés növekedés jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ma újra perspektívikus dolog, hogyha valaki földműveléssel, mezőgazdasággal akar foglalkozni, és a gazdák is kiúszhatják magukat, hiszen a teljesítményeik azok, ahogy említettem, hozzájárulnak az ország fejlődéshez, meghatározó módon hozzájárulnak. Említette, hogy nőtt a foglalkoztatottság az ágazatban. Mikor lenne elégedett, hova lehet ezt még fejleszteni, növelni? Munkaerőhiányról is számot kell adnunk már a mezőgazdaságban, de még van foglalkoztatási lehetőség is. Szerintem még egy 50-70 ezer főt tud fölvenni az ágazat, különösen, hogyha a munkaerő igényesebb területei fejlődnek, itt a kertészet, az állattenyésztés ebbe a körbe tartozik, és igazából az élelmiszergazdaságot egészként kell kezelnünk, tehát magát a termelést, a feldolgozást, továbbfeldolgozást, a szállítást, a kereskedelmet, sok termelő ma már egymaga bonyolítja le, és így a
teljesítmény és a jövedelem is meg többször összedő. Tehát ebbe az irányba kell tovább haladnunk, és én örülök annak, hogy itt is a nagykunságban a kézműves lekvárkészítéstől, vágóponton keresztül húskészítményekig azért jó néhány olyan előrelépés, olyan fejlesztés valósult meg, amely a konkrét termékekben is megjelenik. Ezt a munkát kell folytatni. Ez az az irány, amit egyébként a 2050-ig kiterjedő időre megalkotott élelmiszergazdasági stratégia is kijelöl. Egy picit menjünk vissza 2010-ig, ugye eltelt már 6 esztendő azóta. Azt mondta, hogy nem mindig vagyunk szerencsés csillagzat alatt. Az idei esztendő teljesítményét hova helyezné az elmúlt 6 év tekintetében? Mennyire volt kiemelkedő? De olyan a grafikon tulajdonképpen, hogy folyamatosan egy emelkedő pályát mutat, függetlenül attól, hogy azért az időjárás az pedig cikcakos, ha ezt a kifejezést használhatom, hiszen egyik esztendő esősebb, a másik asszályosabb, különösen a nyár az, ami kritikus tud lenni a kukorica szempontjából, de más növényi kultúrák szempontjából is. Tehát az időjárástól nagy mértékben függetlenedett a termelés, olyan növényfajtákkal, korai fajtákkal sikerült biztosítani azt, hogy jövedelmezőség legyen, amelyeket korábban a magyar gazdák nem használtak, nem vettek igénybe. Ez az alkalmazkodás, ez mindenképpen meghatározó az elkövetkező időszakra, és már látszik az, hogy a klíma változik, a termelési feltételek változnak, és az árak alacsonyak ebben az évben. Az energiárak lentartják a mezőgazdasági árakat is. De még ilyen feltételek mellett is, aki eredményesen gazdálkodik, az talpon tud maradni, illetve tartalékolni kell arra az időszakra, amikor a termelőjárak fölfelé mozdulnak. Erre vannak egyébként jelek a tejpiacon és a gabonapiacok vonatkozásában is. Miniszter úr, nagyon sokat utazik külföldre, mindig újabb piacokat keresnek az elmúlt időszakból. Mely kapcsolatokat emelné ki, hol van a legnagyobb lehetőség Magyarország számára? Hát közel és távoli piacokon egyaránt. A távoliakkal kezdeném, talán Japán, bármilyen hihetetlen Magyarország exportjának, agrárexportjának az Európai Unión kívül legfontosabb célpontja. Tehát a legtöbb élelmiszert Japánba értékesítjük. Sertéshúst, ezenből a mangalicahús prémium terméket, de például borokat, mézet is exportálunk ebbe a nagyon igényes távoli országba. A kínai export is 4-szeresére nőtt az elmúlt időszakban, és a kínaiak például a magyar borexportnak a negyedik legnagyobb felvevőjévé léptek elő. De ha egy közeli példát veszünk, Ukrajnába, minőségi magyar élelmiszerek iránt komoly kereslet van, pedig élelmiszertermelő, de a magyar élelmiszerek presztízse viszonylag magas, és ugyanez elmondható a Nyugat-Balkánra. Szerbiával volt egy együttes kormányülés, például Nicsben, ott is vannak olyan termékek, amelyek iránt komoly kereslet van, és a magyar élelmiszerkereskedők ezzel élnek is. De Montenegró például szintén ebbe a körbe tartozik, és az Európai Unión kívüli piacok én szerintem nagyon ígéretesek. De a termelésünknek az öme, az exportunknak az öme az Európai Unió területére irányul. Jelenleg, hogy Hollandiában például több élelmiszert tudunk eladni, mint amennyit onnan importálunk. Takarmányféleségek jönnek egyébként, elsősorban szója Hollandiából, mi pedig igényes élelmiszereket tudunk oda kivinni. A kormány adócsökkentő politikát folytat, ebből a Földművelésügyi Minisztérium is kiveszi a részét. Mi van most porondon? Január 1-től csökken jó néhány alapvető élelmiszernek a áfája, és ezen keresztül bízunk abban, hogy az ára is. Ilyen a friss tej, a tojás és a baromfi hús, és az éttermi vendéglátás is, ami szintén az élelmiszergazdaságnak egy fontos része, tehát ez az áfa is csökkenni fog. Egy évvel ezelőtti sertéshús áfa csökkentés is beigazolódott, hogy helyes volt, bár alacsony alapanyagár szinten történt, és most az árak már emelkedtek, de még jobban emelkedtek volna, hogyha magas áfa van. Mi arra számítunk, hogy fehéredik az ágazat, hogy tisztul a kép, és a magyar termelőknek nem kell a feketén behozott csempészáruk a élelmiszerekkel versenyezni, mert abban a versenyben nem lehetnek eredményesek. Egy másik kérdés az, hogy a jövőre nézve mely áfák csökkenhetnek még. A javaslatainkat meg fogjuk tenni az országgyűlés, illetve a kormány irányába. Az egyik a halhúsnak az áfája, hiszen ott megnyílt egy olló, egy áróló, tehát aránytalanul drága most a halhús a magas áfa miatt, de ebbe a körbe tartoznak még a
áfa csökkentési körbe egyes zöldség és gyümölcsfélék, kenyér, pékáru, meg kell nézzük a húskészítményeket is, tehát próbáljuk majd bővíteni ezt a kört, nyilván a költségvetés teherbíró képességével összhangban. A Magyarország erősödik, a gazdaság fejlődik, akkor tudjuk az adókat csökkenteni. A szocialisták mindig emelték az adókat, és újabbakat vezettek be, most pedig mi lépésről lépésre, ahogy erre lehetőség nyílik, csökkentjük a közterheket. Ez összefüggésben van azzal is, hogy a vállalkozások közterhei is csökkennek, és szeretnénk azt, hogy a mostani minimálbér, szakmai minimálbér emelés az több százezer ember számára jelentsen plusz jövedelmet. Az adócsökkentések mellett a jövő évre vonatkozóan az egyik legnagyobb hír, hogy nőnek a fizetések, sőt el lehet azt mondani, hogy 2017 a béremelések éve lesz. Mi teremtett erre lehetőséget? Mit lehet erről tudnunk? Az egyik dolog az, hogy a gazdaság az jobban teljesít, de ez hozzájárul az, hogy mintegy 700 ezer új munkahely létesült az elmúlt néhány évben. 2010-ben a Fidesz azt vállalta, a Fidesz-KDNP programjában az szerepelt, hogy 1 millió új munkahelyet tudunk létrehozni, nyilván nem egy év alatt, mint hogy olyan ellenzékiek kérdezték, akik kormányidőszakban tönkretették a magyar gazdaságot, és miattuk százezrek lettek munkanélküliek. Tehát mi abból indulunk, hogy több év alatt lehet ezt az állásteremtést, munkahelyteremtést megvalósítani, lépésről lépésről, egyes ágazatokban, egyes konkrét területeken, és most már ez a magas szám, a 700 ezer fő alkalmazása lehetővé tette azt, hogy leszorítottuk a munkanélküliséget, tehát 5% alatt van, és ez egy plusz bevétel, ez egy plusz termelés. Nem segély, hanem a segély helyett munkát jelent. És hogyha többen dolgoznak, többen fizetnek adót, akkor értelemszerűen egy főre kevesebb adófizetéssel is el lehet boldogulni, kevesebb adóból is tud gazdálkodni az állam, és ez történik most. Az állam átszervezése is arra irányult, hogy a közterhek azok csökkenjenek, jó néhány eljárási illetéket, járulékot tudtunk csökkenteni, és ezt a munkát fogjuk folytatni az elkövetkező időszakban is. Különösen a személyi jövedelemadónak, a vállalkozások adóinak a csökkentése az, ami szembetűnő, de még van tartalék, azért a magyar adó teher lehetne még alacsonyabb. Az elkövetkező években bízunk egy olyan 3% körüli gazdasági teljesítményben, növekedésben, és akkor ez a munka folytatható. Magyarország versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen feltétel, egyik feltétel a jó minőségű utak megléte. A kormánynak van egy komplex útfelújítási programja. Ennek keretében az elmúlt időszakban a napokban átadtak Fegyverneken egy új útszakaszt, ugye ez itt található a mi körzetünkben. Mit lehet erről az útfelújítási programról tudni, erről az országosról? Mennyiben érinti ez majd a térséget? És ugye a 4-es számú főút az itt nagyon fontos a karcagiaknak is a közlekedés szempontjából. Mi az, amit miniszter úr ezzel kapcsolatban el tud nekünk mondani, és mi várható a jövőben? Két útszakasz újult meg a 4-esen, a Kenderesi belterület, illetve a Fegyvernek Szapárfolói belterület. Ez lényeges forgalom minőségjavulást jelent, és az zajhatás is csökken az ott élőknek is fontos, de aki átmegy a két településen, annak is. Ezt a munkát folytatjuk, ez egyébként egy megyés szinten 3 milliárdos programnak a része, és ez a két szakasz mintegy 800 millió forintba került. Mellékút felújítások, a 4-es még hiányzó szakaszainak a felújítása is 2017-ben, ha minden jól megy, megvalósul, a tervek rendelkezésének és a költségvetési források is. Folytatódik a 4-es szónoki északi elkerülő szakaszának az építése, és én bízom benne, hogy az M4-es autópálya szakasz kijelölése, tervezése is haladni fog. A kormánynak az a célja, hogy ebben a ciklusban lehetőleg a 4-esek a 4-sávúsítása a hiányzó szakaszokon budapesti irányba megtörténjen. Remélem, hogy hamarosan látjuk azt, hogy megkezdődnek a munkák, itt a közbeszerzések már megtörténtek. Beszéljünk most a választókörzetről. Miniszter úr szinte hetente több alkalommal valamelyik környező településen részt vesz rendezvényeken, ellátogat a városokba, falvakba. Milyen beruházásokat, eredményeket, fejlesztéseket emelnek ki a körzetből, és utána beszéljünk e tekintetben városunkról, Karcagról is.
Most jó néhány pályázat még elbírálás előtt áll, tehát igazából a munkálatoknak a legnagyobb része az elkövetkező 2 évben valósul meg, de például Tiszafüreden, hogy a kezdjük északról, a kerékpáros centrum elkészült, ott egy műfves tornapálya átadása is megvolt, Rekoltán pályának az átadása történt Kunhegyesen, Abátszalókon megkezdődött az építése egy tanúszodának, amely az ottani idegenforgalmat is segíti, és Karcagnál is, hát én azért nagyon figyelem Karcagot, itt élek és igyekszek minden dologban segíteni. A rendőrségi épületnek a közbeszerzési időszak az zajlik, és én remélem, hogy az építkezés meg tud kezdődni 2017-ben, ez lesz talán a legnagyobb. Ipari parki fejlesztések is folyamatban vannak, munkahelyteremtő beruházások. Itt a szerződéskötés 2016 utolsó napjaiban várható, és remélem, hogy utána tényleg a konkrét hírekkel is szolgálhatunk. Hát ezek a munkálatok a leglényegesebbek most, de jó néhány intézményfelújítás, például Kunmadarason megvalósult, és remélem, hogy az útépítéseket és útfelújításokat is tudjuk majd folytatni. Ha már Karcagot említettem az előbb, akkor a napokban, egészen pontosan a hét elején ismét Karcaggal volt tele az országos média, elkapták D. Sándornét, Parisből hazahozták. Mi erről a véleménye miniszter úrnak? Dobrai Sándorné történetét én is figyelemmel kísérem, és örülök annak, hogy az igazság, a jog az győzedelmeskedik. Nincsen a földön olyan hely, nem lehet elbújni olyan helyre, ahol a igazságszolgáltatás a törvény kezen eljönni utol azt, aki valamilyen szabálytalanságot, sikasztást, csalást vagy bűncselekményt követett el. Én úgy láttam, hogy az Origo című internetes portál az elég alaposan leírta azt, hogy ténylegesen itt mi történt. Én is várom azt, hogy a nyomozás kapcsán milyen körülmények derülnek ki, illetve az, hogy hol van a pénz, hiszen itt jogi szemű embereket, karcagiakat, de környező településeket, élőket is megkárosítottak. Jogos a igény a részükről, hogy szeretnék tudni a legapróbb részletet is, hogy pontosan mi történt, mi lett a befektetéseikkel. Nagy számú sértett van, 900 körüli, tehát a meghallgatások azok folyamatosak voltak az elmúlt időszakban. Ez is hozzásegíti az igazságszolgáltatást ahhoz, hogy teljes bizonyossággal tudjon majd ítéletet alkotni a eljárás végén. Önkormányzati ingatlant bérelt irodának külsős bizottsági tag volt D. Sándorné az idegenforgalmi bizottságban, illetve állítólag tombola tárgyat is felajánlott egy lakossági fórumra. Nem hiszem, hogy ennek egy bűncselekmény szempontjából bármilyen jelentősége lenne. Az önkormányzattól több százan bérelnek helyiségeket, több száz külsős bizottsági tag volt az elmúlt évtizedekben, és szerintem több százan ajánlottak már fel tombola tárgyakat különböző jótékonysági rendezvényekre. Hozzátartozik, én nekem soha nem volt olyan fórumom vagy rendezvényem, amelyen bármiféle tombola tárgyat felhasználtunk volna. Tehát ennek nincsen jelentősége az ügy szempontjából. Itt az a kérdés, hogy a bűncselekmény konkrétan hogyan történt, és hol van a pénz, és hogy a végén mi lesz a büntetés. Térjünk most vissza ismét egy picit az országos politikára, illetve a minisztérium célkitűzéseire. Karácsony környékén mindig van egy kampány a halfogyasztás népszerűsítésére irányulóan. Miniszter úr elégedette, hogy látja az elmúlt évek tekintetében, hova fejlődött ennek az egészséges ételnek a fogyasztása? Ezt az alkalmat is kihasználom, hogy reklámozzam a magyar kiváló minőségű halat, hal termékeket, hal húst. Én javaslom, hogy mindenki vásároljon, és legyen része a karácsonyi étennek a menünek. 6,5 kiló környékén van most a halfogyasztás, ez mintegy 20%-kal emelkedett az elmúlt néhány évben. Nyilván ebben a reklámnak is helye van, egy kis halászéfőzésnek, különböző kellemes megnyilvánulásoknak, reklámoknak, különböző programoknak, de nagyon fontos az, hogy a magyar halászati ágazat képviselő és szakmailag sokat fejlődtek. Tehát a termelés is minőségi, jó ízű, tiszta, egészséges, biztonságos élelmiszer a magyar hal, és a célunk az, hogy a fogyasztás tovább növekedjék, ezért most is van halmarketing kampány, rádióban, tévében már lehetett vele
találkozni. Én is tervezem, hogy majd a jövő héten egy halászcsáda bevonásával népszerűsítsem a halat, a halételeket. De hát más ételek is vannak természetesen ilyenkor. Kacsa például itt a karci népi táplálkozásban tipikus karácsonyi étel, sőt a disznótoros is az. 2017-ben átlépünk néhány nap múlva, gondolom ilyenkor már megvan a stratégia, a terv a jövő évre vonatkozóan. Milyen terveik vannak, milyen célkitűzéseik? Az egyik legfontosabb az, hogy az agrártámogatások zavartalanul jussanak el a gazdákhoz. Itt a területalapú és más kapcsolódó, tulajdonképpen igénylési körbe tartozó támogatásokról van szó, de 2017-ben a vidékfejlesztési program pályázatoknak az eredményhirdetése is meg fog történni. Itt nem volt túl gyors az előkészítő szakasz azért, mert hiánypótlásra adott lehetőséget a miniszterelnökség, emiatt több hónapot váltak a pályázatok kiirdetésével, de igazából ez egy gazdabarát intézkedés. Most már 17-ben a döntések meg fognak születni, és jó néhány beruházás, munkahelyeket teremtő és késztermékeket előállító beruházás tud megindulni itt a városban is, hiszen innen is vannak pályázók, illetve a körzetben, de hát országosan is. Emellett van néhány fontos feladatunk, amit be kell fejeznünk, illetve el kell látnunk. Az egyik a vadászati területek, halászati joggal, hallgazdálkodási joggal érintett területeknek a pályázatainak a lezárása, a területhasználatoknak a lezárása, hiszen itt a törvény alapján egy új időszak kezdődött, új bérlők, gyakran új vadászati jogosultak vannak. Magyarország élelmiszergazdasági programjának is lezárulóban a vitája, itt a szöveg véglegesítése a feladatunk, és utána tud majd a kormány elé kerülni. Jövő évben jó néhány környezetvédelmi, természetvédelmi és erdészeti célú beruházás is lesz. Én bízom, hogy itt a környékben is tapasztaljuk ezt. Egyet kifelejtettem a fejlesztések közül, de itt a vége fele mindenképpen érdemes rá kitérni. A Tiszaigari Arborétumban egy látogatóközpont épült itt egy pár kilométerre Karcaktól, egy nagyon kellemes időtöltésre, szálláshelyekkel ki van egészítve, időtöltésre ad lehetőséget. Ilyen és hasonló beruházásokon tervezünk. Tehát a legkülönbözőbb területeken lesz aktív a tárca, de a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdákat segítsük a termelésben, a piacra jutásban, és hát ezekben a nagyon nehéz piaci, gyakran vásárokkal tűzdelt helyzetekben a FM mindig legyen ott, ahol szükséges, legyen ott, ahol számítanak rá, és a gazdák továbbra is számíthatnak a munkánknak, a támogatásunkra. És mi is számítunk arra, hogy olyan eredményesen fognak termelni, mint ahogy 2016-ban ezt tették. És a média világában mi a helyzet itt a környéken? A fejlesztések sorában nem csak az építkezések tartoznak, hanem a médiába történő fejlődés, a médiába történő fejlesztések is. És én szeretnék gratulálni a Karcak TV-nek ahhoz, hogy az elkövetkező időszakban adásaival Kunhegyes, Berekfürdő, a Bátszolók és a környező települések, Tiszai falvaknál is meg fog majd jelenni. Adásaiban ott is tudósítani fog azokról a történésekről, amelyek akár Karcak városában, akár itt a Nagykunságban, tágabb környezetükben, a Tisza vidéken zajlanak. Sok sikert kívánunk mindenhez, és jó munkát. Miniszter úr, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Visszavárjuk majd egy következő interjúra, és kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk. Köszönöm szépen. Én is a Karcak TV valamennyi munkatársának, valamennyi kedves tévénézőnek szeretnék áldott békés karácsony, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Kedves nézőim, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most a napokban történt fontosabb eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltánnal beszélgetünk. A lovasnapokon úgy váltunk el, hogy arról beszéltünk, hogy egy minősítőre készül. Megvolt ez azóta? Én is köszöntöm a nézőket. Igen, sikerült minősülést szereznünk november végén Ébreisdorf, Ausztriában megrendezett nemzetközi versenyen. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy Kabala is ön, akkor most már a nemzetközi porondon is jelen vannak. Mit kell tudni erről? Hát az elmúlt hétvégén
az első nemzetközi versenyünkön részt vettünk. November 25-26-27-én egy háromnapos 10 nemzet részvételével megtartott nemzetközi díjugrató verseny került megrendezésre Ausztriába, ahova egy 5 fős csapattal érkeztünk Hortobágy és Karcag színeiben. Mit kell tudni a versenyről, magáról a versenyről, hiszen itt a nemzetközi, azért itt nem mindenki ismeri egymást, tehát önöket most ismerték meg, vagy a csapattagjai azért már voltak máskor ilyen versenyen? A korábbi csapattagjaim közül már volt, aki részt vett ezen a versenyen. Egy nagyon patinás helyszínen voltunk, egy 100 hektáron elterülő lovas létesítmény, ahol szinte minden hétvégén valamilyen lovas verseny, legtöbbször díjugrató verseny kerül megrendezésre. Ez a helyszín idén már otthont adott egy Global Champions Tour fordulónak, illetve 2 évvel ezelőtt az Európa bajnokságot rendezték meg ezen a helyszínen, úgyhogy elmondhatom, hogy világszínvonalú körülmények között tudtunk versenyezni. Tehát akkor a helyszín adott volt, minden adott volt ahhoz, hogy Kabala jól szerepeljen. Itt mi néztük a videót, ami ott készült a versenyről. Épp azt mondtam önnek, hogy olyan, mintha nem is venni komolyan, tehát neki ez nem megerőltető, mintha 100 centim versenyezne, holott nem annyi versenyzett. 130 centiméteres számokban indultam mind a 3 nap a lóval. Azt tudni kell, hogy azért egy nemzetközi 130 cm az sokkal komolyabb feladatot jelent, mint akár egy országos bajnokságban megrendezett 130 cm-es verseny. A versenyzői létszám az igen-igen magas volt. A 3 nap alatt közel 1000 startot bonyolított le a versenyrendező, és hát a 130 cm-en közel 70-en indultunk minden nap versenyzők, versenyzőpárosok. És akkor Kabala az nagyon nyugodtnak tűnik, legalábbis ahogy itt néztük a videón. Ön is úgy érezte, hogy nagyon nyugodt volt a ló, tehát az idegen környezet nem zavarta? Nagyon kiegyensúlyozott szerencsém van, hogy nagyon kiegyensúlyozott a ló. Maga az utazás 8 óra volt, amíg ugye kiértünk a helyszínre. Természetesen már ez is meg szokta terhelni, meg szokta viselni a lovakat egy ilyen hosszú út. Csütörtökön 1 nappal korábban érkeztünk a verseny helyszínére, és nyilván a lepakolást követően még ott az este folyamán egy edzés az történt, és pénteken volt az első versenynapunk, amikor is hibátlan lovaglással tudtunk körbeérni a 130 cm-es versenyszámban, és második legjobb magyarként a 14. helyen végeztünk. Ki előzte meg a magyarok közül? Hát egy kis hortobágyi hölgy volt, aki 9. helyen végzett előttem, ő is hibátlan lovaglással. Akkor azt gondolom, hogy ilyenkor az ember az újabb erőt kap ahhoz, hogy másnap még megpróbáljon hibátlanul lovagolni. Igen, ez a pálya ismét ugye még nagyobb önbizalmat adott mind a lónak, mind részemre, és hát a következő nap talán egy picit fáradtabbnak éreztem a lovat, és 2 apró hibával mentünk körbe. A vasárnapi számra, ami úgy gondolom, hogy még nehezebb volt, mint az előző 2 nap, hiszen a követelmények napról napra nehezedtek. Ott egy szerencsétlen apropó folytán a legutolsó akadályhoz ért hozzá a ló, és az esett le, de ott is majdnem sikerült ismét a hibátlan lovaglás. Azt hiszem, hogy azért ehhez is nagyon gratulálunk önnek. Hogyan lehet ilyenkor mondjuk megnyugtatni a lovat? Ezzel a lóval nagyon nagy szerencsém van, tehát nyilván 7 éves a ló, már a születésétől fogva ugye én nevelgettem. A kiképzése az 5 éve folyik, kizárólag én lovagoltam, én képeztem ki, saját kiképzés, saját nevelés, és nyilván ismerem a lónak minden gondolatát, ahogy ő is az enyémet, tehát egy olyan szoros kapocs alakult már ki. Méltán büszke lehetek a lóra, és ő pedig bízik bennem, és amit kérek, azt mindet megpróbálja a legjobb tudása szerint teljesíteni. Nézzünk, egy korábbi riportban láthatták, amikor a lovardában voltunk kint, hogy mennyire bízik önben a ló, és hogy milyen ez a kölcsönös bizalom, hiszen ott sírtált ön mellett, és tényleg nagyon halkan adott neki utasításokat, és ugyanúgy végrehajtotta. Tehát ez valóban így van, mi is láthattuk, hogy nagyon megbíznak egymásban. Most ezzel a nemzetközi versennyel a ló idézelbetéve értéke, tehát versenyértéke, az most mennyit nőtt? Hát úgy gondolom, hogy ismét nőtt az értéke, de én úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal több van még ebben a lóban, és
a következő évben még nagyobb feladatok elé fogom állítani, és úgy gondolom, hogy azt is sikeresen fogja megoldani. Természetesen mindenhez idő kell, tehát ezeken a pályákon a lónak rutint kell szerezni, meg kell tanulnia, hogy ilyen nagy ugrásokon ezeket a feladatokat hogy lehet a legkönnyebben megoldani, és ehhez elegendő időt kell részére biztosítani. Akkor ez jelenteti azt is esetleg, hogy a 130 centit esetleg 135 jövő év végére esetleg már olyan versenyeken vesznek részt? Ebben az évben már 135 centis versenyszámokban is indultam vele. Ausztriát megelőzően egy háromnapos országos bajnokságba 135 centis döntőben 4 hibapontot tudtam vele lovagolni, ami 8. helyet jelentett. Én úgy gondolom, hogy a következő évben 140 centiméter évvégére 140 cm-es pályákon már fogunk tudni szerepelni. Hát akkor azt gondolom, hogy ezt majd jövő ilyenkor megkérdezik Öntől, hogy sikerült-e, de én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a 2017-es év is, és hasonló szép kupákat és mindenféle nemzetközi eredményt. Viszont a végén egy kérdést szeretnék még föltenni, hiszen beszéltünk arról, hogy mennyire saját módszerrel képezi ezt a lovat, tehát Kamalával mennyire foglalkozik, de ehhez azért nemzetközi minősítéseket is meg kell szerezni, tehát önnek is, mint lovasnak is képeznie kell saját magát. Így van, hát minden nap képezzük a lovat is és magamat is. Már mondtam korábban is, hogy a Mátai Ménes vezetőjével már 13 éves, lassan 14 éves edzői kapcsolatom van, tehát az ő iránymutatásainak megfelelően végzem a napi munkát. Az ugró edzések nagy része pedig az ő irányításával folyik, tehát nyilván a sík munkát azt önállóan végzem, természetesen arra is figyel az edzőm, de az ugró kiképzése a lónak az ő irányításával folyik minden héten. Meg lehet egy vagy két szóban határozni, milyen a tele kis stílus? Úgy gondolom, hogy aki ismer, azt minden lovasnak van egy saját egyéni stílusa, az biztosan jobban el tudja mondani, mint én. Én úgy gondolom, hogy egyfajta stílus van a jó lovaglás, tehát az a lovaglás, ami az eredményeket is majd hozza. Tehát akkor mondhatom azt, hogy határozott és biztos kéz. Hát határozott és könnyű kéz. Köszönöm szépen, és akkor hasonló szép sikereket kívánunk önnek jövőre is. Én is köszönöm szépen az interjút. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a város fenyőfájánál, és Nagy Józsefnével, a Szentpálmarista általános iskola igazgatónőjével beszélgettünk, meg volt a békemenet a Benekfürdőből. Hanyadik alkalommal szervezték ezt? Mi már harmadik alkalommal szervezzük ezt az arándoklatot, amit a békéért szeretnénk minden évben bemutatni. Erre hívjuk a város lakosságát, felekezettől, kortól, függetlenül. Kik csatlakoztak most önökhöz? Egy pár fiatal csatlakozott a Györfi István katolikus iskolából, és néhányan, akik már megtapasztalták ennek a felszabadító erejét tavaly, és a régi zarándoklaton, ők is jöttek, bár ők idős korosztályhoz tartoznak, de végigbírták velünk ezt a zarándoklatot. Itt mondta, hogy ez egy felemelő érzés volt minden résztvevőnek. Hogyan szervezik ilyenkor? Mennyire kell felkészülni? Tehát azért ki kell bírni ezt a jó néhány kilométert, tehát mondta, hogy itt idősebbek is voltak. Van előzetesen valami felkészülés? Hát biztos egyénenként vannak, akik felkészülnek, és talán most a napokban többet gyalogoltak, mint egyébként szoktak. De természetesen nem feszített tempóba jöttünk, hanem olyan tempóba, ami mindenkinek megfelel, öregnek, fiatalnak. Hát egy előkészítő munka természetesen ezt megelőzte, mert hiszen felkészültünk a dalokkal, felkészültünk az imákkal, amiket a zarándoklat folyamán meg is tettünk, megálltunk, és egy-egy csomópontnál közösen imádkoztunk. Köszönjük szépen! Péter testvérrel beszélgettünk, hiszen a lelki részéről beszélt igazgatónő. Hogyan készültek önök erre? Hát a lelki, és hogy az advent időszakban nagyon sok minden már beszéltünk, hogy ez a reményomi, tehát ez az időt, hogy jön a kis Jézuskát is, és hoz nekünk sok minden, de csak nem csak ajándékot is, más dolog, hanem inkább békét is, és jóságot is kell, hogy hozzon a világnak is. Az önök hazájában is mindennapos ez, hogy ilyen zarándokutak vannak? Hát nem annyira hagyomány van benne, fiatalok szokták ilyen csinálni, hogy kicsit ugyanaz, hogy
József és Mária elindultak Nácaretból a Belen felé, hogy oda legyen a számlálás, ami volt ezen az időben, akkor a fiatalok ezt indulnak kis ilyen szarándok útra, ilyen szarándok templomban, vagy valamelynek, és akkor ezt is emlékeznek, és imádkoznak a vékért is. Itt, amikor visszajöttek, volt egy közös éneklés. Miért tartották fontosnak, hogy még itt egy utolsó közös ének legyen? Hát ez elindul az első, hogy ott a Berekfürdön a templomban ott imádkoztunk, mert kell mondani, hogy a mai világban, hogy nagyon sok országban van háború, van szörnyű dolog, ami az emberek túlélnek, vagy nem. Hát itt már mi is tapasztaltunk, hogy a migráns szenvedések is láttunk is, hogy Szíriában, Aleppóban, például, hogy mennyi szörnyűség van ott, és akkor fontos, hogy előhozni ezt a szenvedést, hogy kérünk a Jóistentől, hogy segíts minket, hogy legyen béket az egész világnak. Ön hogyan fogalmazná meg a város lakói számára ennek a mai útnak az üzenetét? Hát nagyon tehetetlen érzünk magunkat, amikor látunk, hogy ott van háború. Nem tudunk mit csinálni. Kis ilyen apró gesztussal próbálunk felhívni a figyelmet, hogy adunk egy kis ilyen fáradtságunk, egy kis gyaloglás, hogy emlékezzünk, hogy vannak emberek, akik szenvednek, és hogy legyen vége már ez a szenvedésnek. Betlehemi, élő betlehemesen még találkozni fogunk önökkel, úgyhogy még akkor biztos, hogy elmondja a gondolatait a városlakóinak. Reméljük, hogy akkor 2017-ben is meg lesz ez az arándokút. Köszönöm szépen, mi is remélünk, hogy lesz. Köszöntöm nézőinket, az előbb zajlott a Vöröskereszt szervezésében a Víradók köszöntése. Juhász Évával, a megyei szervezet vezetőjével beszélgetünk. Itt már most mindenki megbeszéli, hogy ki hányszor, hiszen rácsodálkoztunk mi is néhány emberre, hogy már 60-70-es víradók voltak. Mit kell tudni erről a Víradók napjáról? Mióta ünnepeljük ezt? A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta ünnep, ha úgy tetszik, a Víradók napja, november 27-e. Azóta alkalom ez arra, hogy egy kicsit megemlékezzünk és ünnepeljük azokat, akik évente 3-4-szer vagy akár 5 alkalommal is önként nyújtják a karjukat véradásra. Itt azért látjuk, hogy vannak sokan idősebbek, de fiatal arcokat is látunk. Tehát azt gondolom, hogy karcagon nem gond az utánpótlás. Igen, nagyon örvendetes, hogy szép számmal köszöntöttünk ma 10-szeres véradókat. Ez természetesen azt jelenti, hogy ők nem régen csatlakoztak a Víradók táborához, de bátorítunk mindenkit, aki még nem szánta erre rá magát, hogy tegye meg. 18 éves életkor betöltése után tulajdonképpen mindenki jelentkezhet véradásra, aki egészségesnek érzi magát. Főigazgató asszony, ön is elmondta több alkalommal, most is elhangzott, hogy a vér az, ami mással nem pótolható, tehát ezt még nem lehet laborokban előállítani, tehát ezért is fontos. És van egy nagyon jó szlogenje a Vöröskeresztnek, amit kérem, hogy ön mondja el, hogy adj vért és ments meg 3 életet, tehát aztán, hogy ez is egy fontos üzenet a mai napnak. Igen, hát ez a szlogen tulajdonképpen mindent elárul, ugye egy leadott vérmennyiségből 3 különböző vérkészítmény állítható elő, tehát valóban így van, hogy 3 ember életét, vagy 3 élet megmentéséhez járul hozzá a vér. Nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan fenntartsuk, ezt a biztonságos készletet, és ennek érdekében folyamatosan toborozzuk az új véradókat és az új donorokat. Reméljük, hogy jövőre még több embert tudnak köszönteni, hiszen azt jelenti, hogy akkor, akik most 10-szeresek, azok már lépnek fölfele a listán. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a megyében is a véradás szervezés. Köszönjük szépen, hát ez a Vöröskereszt egyik meghatározó alaptevékenysége, úgyhogy mindenhol hangsúlyosnak tekintjük ezt, és fontosnak tartjuk, hogy egy-egy ilyen alkalommal, még ha valóban csak szimbolikusan is, de megköszönjük azoknak, akik ezt az áldozatkészséget évente több alkalommal is önzetlenül vállalják. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!
A mai napon a legtöbb szörös véradó Siás Sándor volt, akit 115 szörös véradásáért köszöntöttek. Először is szeretnék ehhez gratulálni. Mikor volt az első véradása? Hát pontosan a legelsőt, azt nem tudom, valamikor még ipari iskola után, de a 84-ben vonultam be katonának, és onnantól vagyok rendszeres véradó. És miért tartja fontos, hiszen azért ezt el szokták mondani a véradók, hogy sokszor a honvédségnél azért ezért jártak plusz napok, és volt, aki csak ezért, és csak a honvédség alatt volt véradó, de akkor ezek szerint ön továbbra is kitartóan ment. Miért tartotta ezt fontosnak? Hát pontosan a honvédségnél én Pesten voltam katona, és Pest alatt volt egy abban az időben egy nagyon komoly baleset, és egy 9 éves kislánynak adták a véremet, és én utána vagy 10 éven keresztül minden névnapomra kaptam tőle képeslapot, ünnepnapokra, és tehát én onnantól, igazából onnant azért adom, de hát végül is szükséges a vér. Azóta mondjuk nem tudja, hogy kinek adja, hiszen akkor még pár évtizeddel ezelőtt lehetett tudni, most már azért névtelenül igen adja mindenki, de mondjuk volt már olyan, hogy önt behívták, nem tudom milyen vércsoportja van. Hát vércsoportom, RH pozitív. Úgy irányított véradásom voltam már, igen. Reméljük, hogy önnek nem lesz szüksége rá, és akkor még sokáig adhat, hiszen azért a 65 éves életkor még odév van. Úgyhogy jó egészséget kívánunk önnek, 2017-ben is legyen rendszeres véradó. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm nézőinket a Városi Sportcsarnokból, Szepesi Tiborral, Dériné Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk, és mögöttünk nagy a nyüzsgés, hiszen adventi kézműveskedés folyik itt nagyon sok asztalnál. Mi minden van ma még itt? Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, valóban adventi kézműves játszóházat szerveztünk a kollégákkal, és ahogy körbe tetszenek nézni, minden van gyakorlatilag, a mézes kalács sütéstől a különböző ajándékkészítésekig, az ajándékkészítés az olyan zacskókat gyártanak itt a mögöttem lévő asztalon, amelybe bele lehet tenni az ajándékokat, vannak különböző sportági bemutatók kisgyerekeknek, kis játszótér, színpadi produkciók, úgyhogy minden, ami egy ilyen adventi játszóházban elképzelhető. Akkor tulajdonképpen, aki megsüti a mézes kalácsot, az ajándékba is viheti, de meg is eheti. Itt viszont akkor egy komplett ajándékhalmazt is elkészített magának, esetleg képeslaptól kezdve bármit, amit a fára tehet, vagy esetleg ajándékba szán. Természetesen minden olyan rendelkezésünkre álló anyagot, amely valamilyen módon az adventi ünnepekhez kapcsolódik, akár a fenyőfa díszítéstől az egyszerű ajándék készítésig, amelyet aztán át lehet adni természetesen barátoknak, barátnőknek, szülőknek, nagyszülőknek, valóban elkészíthető itt minden, és hát természetesen a mézes kalácsot is el lehet vinni, mint ahogy minden mást is. Kik segítenek ebben? A kollégákon kívül a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónői, úgy, ahogy az előző években is megszokott, illetve a Vöröskereszt munkatársai vannak még jelen itt a teremben a kézműves foglalkozásokon, és hát a városban található sportágak, ugye a Karcagi Sportegyesület sportágai, az előbb a kosárlabda szakosztály mutatkozott be, most az eszkrima sportága, amely egy küzdő sport, ugye a sportegyesületen belül a karate van, ez egy teljesen más jellegű küzdősport, és hát jön majd a Kovács DS-e, asztali tenisz szakosztálya is. Korábbi években mindig volt zenés műsor, de igazániból mindannyian láttuk, hogy a gyerekek nem nagyon ültek oda, mert mindenki ment kézműveskedni. Itt is váltják egymást az asztaloknál, a sportnál is, tehát lehet, hogy az, hogy szól a zene, karácsonyi zene halkan, az lehet, hogy jobban leköti a gyerekeket, mint ha most oda kéne ülni a színpad elé. Így van, nem sok érdeklődője volt az előző években a zenés színpadi produkcióknak, most egy teljesen másfajtát találtak ki a kolléganők. Egy picit a Csillag születik mintájára, majd föl lehet lépni itt a színpadon azoknak, akik szeretnének énekelni és megmutatni tudásukat a többieknek. Tehát lesz színpadi produkció, most nem vendégeket hívtunk, hanem az itt lévő vendégeket próbáljuk arra rávenni, hogy föllépjenek, énekeljenek. És hát természetesen majd a mazsorettek jönnek, a háttérben pedig folyamatosan szólnak a karácsonyi énekek. Azt gondolom, hogy mindenki rá tud ezzel hangolódni az ünnepre, de mondjuk idén lesz-e még valamilyen karácsonyi ünnepség a házban?
Hát itt a sportcsarnokban nem, természetesen az advent folytatódik, ugye az adventi gyertyagyújtásokból még kettő hátra van. A holnapi napon a Dériné Kulturális Központban a harmadik gyertyának a meggyújtása, illetve a negyedik adventi gyertya gyújtására, amelyre a katolikus templomban fog majd sor kerülni. És nincs vége a kézműves foglalkozásoknak sem, hiszen a jövő héten a kolbász ízesítő és pálinka verseny keretében várjuk ugyancsak a fiatalokat, az érdeklődőket, akkor nem csak az adventi ajándékokat, hanem a hungarikumokhoz kötődően elsősorban azoknak a kézműves foglalkozásai, és azoknak az elkészítéseire várjuk majd a gyerekeket. És hát itt az előbb hallottuk a kolléganőjétől, hogy lesz a gyermekeknek még versmondó és mesemondó verseny is a karácsony előtt. Így van, a könyvtárban kedden szerdán várjuk az érdeklődőket a Jégvirág mesemondó versenyre. Nagyon sokan neveznek, én remélem, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint az eddigiek. Lesz esetleg mesemozi még idén? Tervezzük, ez nyilván sok mindentől függ, terveinkben szerepel. Én remélem, hogy a téli szünetben lehetőségünk lesz megszervezni. Akkor reméljük, hogy a Jézuska mindenkinek sok-sok mindent hoz a fa alá. Önnek is és a kollégáinak is ezt kívánom. Köszönjük szépen, én pedig azt gondolom, hogy egyrészt önöknek, másrészt a televízió nézőknek is kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben, egészségben, boldogságban gazdag új évet kívánok. Köszöntöm nézőnket, a Kovács Mihály Tagintézményben vagyunk, Luca napján, december 13-án Nyiriné Kátai Katalinnal beszélgetünk. Itt már nagyon nagy előkészületek voltak, hiszen ovisokat várnak. Miért pont Luca napján? Azért próbáltam Luca napjára tenni most ezt a betekintő foglalkozást, amit az óvodásoknak szoktunk tartani az iskolába. Egyrészt, mert még nem volt, másodrészben pedig azért, mert nagyon sok néphagyomány, szokás, jóslás tartozik ehhez a naphoz. Gondolom, hogy azért a Luca szirkét nem kezdenek el készíteni, de nagyon sok olyan dolgot látunk, ami egy kicsit kötődik a karácsonyhoz is, népszokásokhoz is, tehát biztos nagyon tartalmas lesz ez a foglalkozás, de mi a másik cél? Természetesen várjuk az óvodásokat, hiszen ez egy előkészítőnek is számít. Szeptemberben, illetve már korábban áprilisban a beiratkozáskor is egy kis ízelítőt adunk az iskolánk életéből. Itt most akkor minden óvodás jöhet, vagy kifejezetten csak egy óvit várnak? Nem, minden óvodának meghirdettük. Nem tudom, hogy kik fognak érkezni. Remélem, hogy minél több óvodából, hiszen úgy szokták. Azért ott hátra nézve látom, hogy azért egy kis kedveskedés is lesz, hiszen most hirtelen nagyon hideg lett odakint. Gondolom, hogy kapnak valami kis forró dolgot is. Igen, boszorkány konyhát nyitottunk a lányokkal, ahol bájital és jósláshoz szükséges süteményt tartalmaz az asztal. Akkor már ezért megér az óvisoknak, de azt gondolom, hogy mindazokért, amit ma itt látnak, hallanak az iskoláról, azért is érdemes ilyen foglalkozásokat tartani, hiszen rögtön jobban belelát a gyerkőc, mint hogyha esetleg csak egy képet látna. Így van, erre törekszünk, akár a gyerekek, akár a szüleik is jöhetnek, és ezért kapnak tőlünk is egy kis előrenézést, vagy egy kis betekintést, azért neveztük el betekintőnek a foglalkozásunkat. Akkor én azt kívánom, hogy a boszik is tegyék a dolgokat, és legyen sikeres ez a mai nap. Igen, jóságos bosziaink vannak természetesen, akik segíteni fognak a piciknek. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Dobos László karcagváros polgármestere, akivel a 2016-os esztendő eseményeiről, eredményeiről beszélgetünk, illetve a jövő évi elképzelésekről. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Dobos László polgármester úr, akit egy évértékelő interjúra hívtunk majd meg stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt is, a kedves televízió nézőket is, és köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást. Polgármester úr, évvégén mindig számot szoktunk adni az adott év eseményeiről, eredményeiről. Hát Karcag nem szűkölködött sem eredményekben, sem eseményekben az idén. Talán menjünk akkor vissza a 2016-os esztendő elejére. Hogyan emlékszik vissza, hogyan indult ez az év, milyen elképzelésekkel, melyek voltak a legfontosabb előirányzott feladatok erre az évre?
Hát a legfontosabb feladat minden év elején az, hogy egy olyan költségvetés álljon össze, amiből az elképzeléseket meg lehet valósítani. A év eleje teljesen ennek egyében telt el, és a következő esztendőben is így lesz ez. Összeállítjuk azokat a feladatokat, feladatsorokat, kötelező feladatainkat és önként vállalt feladatainkat, amiket szeretnénk megvalósítani, és ennek fényében alakítunk ki egy költségvetési rendszert, ami ennek a végrehajtását lehetővé teszi. Mit lehet erről tudnunk, polgármester úr, ugye, aki nem jártas ebbe, vagy nem ilyen helyen dolgozik, az nem tudja, hogy hogyan is áll össze egy városnak a költségvetése, mekkora stáb dolgozik egy ilyen terven? Ez nem kis feladat, gondolom. Hát nagyon nehéz és nagyon komoly feladat. Hát elsőként azokat a imént említett feladatokat veszik sorba, hogy mi az, ami kötelezően ellátható, mi az, ami önként vállalt. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önként vállalt feladatok legalább annyira fontosak, hiszen ezek közül számtalan olyan van, ami igazából várossá tesz egy várost. Lehetne sorolni reggelig ezeket a feladatokat, a különböző sportrendezvények, egyáltalán az egyesület támogatása, a kulturális élet, az olyan intézményeknek a támogatása, segítése, ami már nem az önkormányzathoz tartozik, de mégis itt található a városban, legyen az egészségügy, legyen az oktatási intézmény, hiszen mégiscsak karcagi emberek veszik ezeknek az intézményeknek a szolgáltatásait igénybe. Karcagi gyerekek járnak az iskolákba, karcagi pedagógusok tanítanak ott, és hasonlóképpen a kórházba is elsősorban a karcagiak mennek a gyógyulás kedvéért, és karcagi emberek gyógyítanak ott ebben az intézményben. És bármennyire is nem önkormányzati felhatóság alá tartozik, azért nagyon-nagyon sok mindenben tudjuk őket segíteni. De a kérdése válaszolva, tehát összeállnak azok a gondolatok, feladatsorok, amiket szeretnénk a következő esztendőben elvégezni, és ennek tükrében nézzük, hogy milyen pénzügyi forrásaink vannak. Vannak nyilvánvalóan állami források, vannak saját bevételeink, és lehetne még sorolni a kis apróbb pénzügyi lehetőségeket, és szépen a feladatok nagysága, sorrendisége szerint alakítja ki egy stáb a költségvetést, nagyon-nagyon sokszor átrágva, átgondolva, kihúzva, betéve, és hát legalább 2-3 forduló után kerül aztán a testület elé, amely grémium dönt ebben a kérdésben. Költségvetés tekintetében hogyan teljesített a város 2016-ban? Hogyan értékeli, takarékosság mentén haladt a város? Igen. Hát éppen a mai napon volt a számlavezető bankunkból, a Raiffeisenből egy vezető beosztású ember nálunk látogatóba, és ő ugyanazt a kérdést tette föl, és azt tudtuk válaszolni, hogy teljesen rendben. Tehát a realitásoknak megfelelően állt össze ezek szerint a költségvetés, mert minden olyan feladatot, elképzelést meg tudtunk valósítani, ami rajtunk múlott, amit beterveztünk korábban. Sőt, még egy kis picike pénz maradt is, és hát ebből tudtuk azokat az embereket jutalomban részesíteni, akik az önkormányzat égisze alatt dolgoznak az önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél. Hogyha az elmúlt éveket számba vesszük, akkor azokhoz viszonyítva hogyan értékeli az idei esztendőt teljesítés szempontjából, takarékoskodás szempontjából? Ugye voltak válságos évek is, most egy picit azért lehetette úgymond bővebbre ereszteni a nadrág szíjat. Hát a túlzás azért, hogy bővebbre lehetett volna ereszteni, egy szemléletváltozáson kellett keresztül menni, hiszen korábban lehetőség volt arra, hogyha komolyabb elképzeléseket szeretett volna megvalósítani a városvezetés, akkor lehetőség volt arra, hogy hitelt vegyen föl. Ez most már megszűnt, ez a lehetőségünk, tehát pontosan abból az összegből kell gazdálkodnunk, ami a rendelkezésünkre áll. Kivételes esetben csak kormány engedéllyel lehetne hitelt felvennünk, erre pedig az idén nem volt szükség, hiszen kezdünk rászokni erre, illetve kezdjük ezt a rendszert megszokni, hogy
annyiból kell gazdálkodnunk, amennyi van, amennyi pénz a rendelkezésünkre áll. Most menjünk sorba az év eredményein. Kezdjük talán azzal, hogy a 2016-os esztendőre ugye vannak projektek, pályázatok, elképzelések, amelyek egyik évről a másikra azért áthúzódnak. Milyen fejlesztési, beruházási elképzelések voltak előirányozva erre az évre, és mi az, ami már elindult, vagy folyamatban van, vagy esetleg meg is valósult? Hát itt nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert végtelenül sok fejlesztés valósult meg a városban. A legfontosabb az, hogy ez a 2016-os év egy alapozó év volt. Tudtuk nagyon jól, hogy fog következni ez a bizonyos topos pályázati időszak, és ennek az előkészítése zajlott. Jelen pillanatban több mint 20 pályázatunk van bent, ami elbírálás, illetve döntés alatt van. Ezeknek az előkészítése legalább olyan komoly feladat volt, mint a költségvetésnek az előkészítése, illetve megalkotása. Nagyon-nagyon bízunk abban, hogy a pályázatoknak a döntő többsége nyerni fog, támogatást fog kapni, és a következő esztendőtől kezdődően bizony ezeknek a megvalósítása kezdődik meg. Mind a kettő, az előkészítés, a pályázatok megírása is nagyon-nagyon kemény és komoly feladatot jelentette az önkormányzat számára, illetve az önkormányzat munkatársai számára, illetve hát majd a megvalósítása lesz egyszerű, főleg akkor, hogyha valóban reményeink több is fog nyerni, és hát akkor egyszerre kell majd több vonalon is mozogni és gardírozni ezeket a kivitelezéseket. A Babonából még nem is áruljuk el, vagy nem árulja el, polgármester úr, hogy mire pályázunk, milyen pályázatok vannak beadva, de azért arról lehet-e beszélni, hogy milyen területeket érintenek ezek a pályázatok? Hát nem csak Babonából nem mondom, hanem azért sem, mert ha valahol elhangzik valamilyen hír, azt a legtöbb ember készpénznek veszi. Jobb utólag értesíteni vagy tájékoztatni a lakosokat arról, hogy mi mindenre készülünk. Egy biztos, hogy ha sikerülnek ezek a pályázatok, akkor egy óriási lépést fog előre tenni Karcag városa sok minden szempontból, és biztos vagyok abban, hogy a város lakóinak az elképzelésével egyezik a mi elképzelésünk. Például ebben az évben igaz, hogy ez nem teljesen városi projekt, de mindenki nagyon kíváncsi arra, elindult a orvosi rendelővel szembe egy területnek az elbontása, letakarítása, oda fog majd épülni az új rendőrkapitányság. Erről van-e bármiféle információja, hogy hol tart most ez a pályázat, ez a kivitelezés? Mi mindent megtettünk az ügy érdekében, tehát mi azt vállaltuk, hogy átadjuk ezt a területet olyan állapotban, hogy lehessen kezdeni az építkezést, a kivitelezést. Ez sem volt kis munka, hiszen ott nagyon sok épületet kellett lebontani, és az anyagokat, ami használható volt, megfelelő módon elraktározni, ami nem, azt megfelelő helyre elszállítani. A Start munkaprogram keretében megtörtént ez, és a legutóbbi hír az, hogy a tervek elkészültek, nyilvánvalóan most vannak a közbeszerzési eljárások, és reményeink szerint a következő esztendőben megkezdődik az építkezés. Tehát akkor 2017-ben már várható, hogy elkezdődik, és vagy átadják, vagy akkor 2018 elején, de akkor már elkészül az új városi kapitányság. Gyakorlatilag ugye tavaly is készítettünk polgármester úrral évvégi interjút, illetve az újságban is írtunk arról, hogy a legfontosabb feladat, célkitűzés, a munkahelyteremtés mindig ennek a vonalán mi az, amiben előre tudott lépni a város? Nagyon-nagyon fontos terület a munkahelyteremtés. Hát itt is az elképzelések megindultak. Az ipari park az a terület, ahol a leginkább lehet a munkahelyeket létrehozni, teremteni, és itt is van legalább két olyan beruházó vállalkozó, akik nagy valószínűséggel a közeljövőben a hosszú-hosszú tárgyalások eredményeképpen ide fognak települni. Itt is hagyna mondjam, hogy milyen jellegű lesz, mert nincs semmiféle felhatalmazásom erre.
De akkor már vannak, tárgyalások. Hát folynak, sőt, előre haladott tárgyalások folynak. Reményeink szerint itt is legalább két olyan beruházás indul meg a közeljövőben, ami nagyon komoly munkaerő felvevő lesz. Mindenképpen érdemes szót ejteni a Start munkaprogramról természetesen, hiszen itt azok az emberek kerülnek alkalmazásra, akik egyébként rettentő nehezen tudnának munkához jutni. A következő esztendőre is pályázunk ezen a területen, és én legutóbbi információim szerint 300 vagy valamivel több mint 300 ember a következő esztendőben is a Start munkaprogram keretében munkához fog jutni. Az idei évet nézzük, akkor ugye Karcagon az általános iskolák, illetve a középiskolák már nem önkormányzati fenntartás alatt vannak, viszont az óvodák igen, és több óvoda felújításról számolhattunk már be az idén is. Hogyan értékeli polgármester úr ezeket a projekteket, és mi várható még a közeljövőben e tekintetben? Nagyon-nagyon sok nevelési és oktatási intézményben történt előrelépés. Hát az óvodák közül kiemelten a legnagyobb beruházás a Táncsicskörúti 17-es számú óvodában volt, ahol a legerőteljesebb volt a felújítás, nyilázárók cseréje megtörtént, és egy nagyon szép kis korszerű óvoda lett a Táncsicskörúti 17-es számúból. De ugyanúgy, ahogy a korábbi mondataimban jeleztem, attól függetlenül, hogy nem önkormányzati fenntartásúak az oktatási intézmények, az iskolák, ugyanúgy segítjük őket. Lásd, megújult a kiskulcsosi tornateremnek a padlózata. Nyilvánvalóan ez is önkormányzati támogatással valósult meg. Természetesen a kézilabda szövetséget is sikerült ebbe bevonni. Tehát nagyon sok szálon kell futtatni egy-egy ilyen pályázatot ahhoz, hogy eredményre jusson, és örülünk, hogy az is megújult. De hát számtalan egyéb más példát is lehetne felhozni. Ugye megújult a főtér is, illetve főtér intézmények, Városháza, Déliné Kulturális Központ, az idén pedig megcsinálták a főtéren a járdákat, hogyha lehet így fogalmazni, tehát ott az üzletsorok előtt leburkolták. Mi az, ami még esetleg tervbe van véve, merre haladhat még ez a felújítási projekt? Hát mindenképpen szeretnénk a főteret befejezni, ha a járdákat említette, akkor nyilvánvalóan vissza fogunk kanyarodni a Városháza irányába, azokat a részeket, ahol még nincs ez a díszburkolat elhelyezve, ott elhelyezésre kerül, kivéve a csillag csemegét, így ismerik, azt a rendes bolttól kezdődően a Horváth Ferenc úti szakasz, az marad mindössze el, mert ott is egy komolyabb beruházást tervezünk, és hát nem akarjuk először lerakni a járdát, és utána ott egy építkezésbe fogni, hanem ezt pont fordítva kell csinálni, úgyhogy ott azon a részen egy kis türelmet kérünk, de folytatódik tovább, hiszen van olyan pályázat, ami a város zöld felületeinek a felújítását irányozza, célozza meg, és abban is nagyon sok minden olyan van, ami nyilvánvalóan nem csak a növényzettel kapcsolatos, hanem építményekkel, díszítő elemekkel, hasznos tárgyakkal és dolgokkal függ össze. Hogyha már eredményekről beszéltünk, akkor beszéljünk most eseményekről. Ugye híresek vagyunk arról, hogy nagyon vastag a rendezvénynaptárunk, lehet így is fogalmazni, nagyon sok rendezvény van egy-egy évben itt a városban. Hogyan értékeli az idei kínálatot, mennyire voltak látogatottak, népszerűek a rendezvények, és itt most főként a nagy rendezvényeinkre gondolok. Hát valóban gazdag a program sor, hiszen alig-alig van olyan hétvége, amikor nem történik Karcagon valami. Erről valóban híresek is vagyunk. Szeretjük ide koncentrálni az eseményeket, mint ahogy egyéb más dolgokat is szeretünk ide koncentrálni, és most egy picit elkalandozok, hiszen azért az is óriási eredmény, hogy különböző centrumokat hozunk létre itt a városban. Lásd a szakképzési centrumot, az oktatási centrumot, a Klik-nek a központját. Azért akárhogy is nézzük, ezekből a megyében kettő van. Kettő, mind a kettőből, az egyik kettő a Szolnokon található, a másik kettő pedig Karcagon található, és hiszem, hogy ebből csak profitálni tudnak
a szakképző iskolák is, illetve az általános iskolák is, hogy itt található Karcagon ez a két centrum. Ugyanígy az eseményeinket is úgy koncentráljuk, hogy ne csak a karcagiakat, hanem a környékbelieket, sőt a nagyobb rendezvényeken az egész országból is látogassanak el ide minél többen. És én úgy gondolom, hogy egyre finomabb és kisimultabbak lesznek ezek a rendezvények, hiszen minden évben tanulunk az elmúlt évek rendezvényeiből, és ha látjuk, hogy valami egy picit döcögősebb, akkor azt a megfelelő szakemberek kiveszik, vagy elsimítják a programon belül, és azokat az elemeket teszik, helyezik előtérbe, ami igazán vonzóvá tesz egy rendezvénysorozatot. Ugye általában kettő nagyon nagy rendezvényről beszélhetünk egy évben. Ez az egyik a Birkafűző Fesztivál, a másik a Nagykunsági Kulturális Napok. Ezek hogy sikerültek, hogyan látja, illetve jövőre ezekkel kapcsolatban vannak-e már tervek, elképzelések, újítások, amiről esetleg, ha még nem is döntöttek, de már beszélgettek róla? Minden évben van valamilyen újítás a Birkafűző Fesztivállal kapcsolatban is. Az idejében is lehetett ilyen elemeket találni, és én úgy gondolom, hogy a tér kibővítésével levegősebb lett lényegesen ez a rendezvény. Majdnem ugyanannyian voltak, mint a korábbi években, és mégse lehetett ezt észrevenni. Tehát nem volt az a tömeg, nem volt az a tumultus, hanem szépen levegősen lehetett jönni, menni, nézelődni, kóstolgatni, ismerkedni ezzel a rendezvénnyel, vásárolni a kézműveseknél. Tehát ez is egy újdonság volt, és sok minden más egyéb az időpontoknak, a különböző műsor számok időpontjában is volt eltérés. Ezek olyan finom dolgok, hogy alig lehet észrevenni kívülálló szempontjából, csak azt vehet észre, hogy egyre jobban érzi magát, és ez a legfontosabb dolog. Tehát durva beavatkozásokat semmiképpen nem tervezünk, meg terveztünk, csak mindig finomítunk, és ez így lesz a következőkben is. A nagykunsági kulturális napokban is mindig változtatunk, annak ellenére természetesen vannak olyan elemek, amiket mindenképpen meg kell tartani, mert igény van rá. Hiszen ezeket az eseményeket, rendezvényeket úgy kell megalkotni és összeállítani, hogy a legkülönbözőbb korosztályoknak és ízléseknek is megfeleljen. Nem könnyű, nagyon nehéz, hiszen van, aki a komoly részét kedveli, van, aki a vidámabb részét kedveli, van, aki a hagyományőrző részét kedveli. Hát minden eseménysorban ezeket külön-külön is fel kell tálalni, meg kell kínálni ezzel az érdeklődőket. És ez a legnehezebb, hiszen azért ezek a rendezvények is komoly összegbe kerülnek, és a lehetőségek határa azért véges. Kulturális életen kívül azért a városnak nagyon mozgalmas a sport élete is. Erről mi a véleménye, hogyan látja a városi sporteseményeket, az egyesület működését, a szakosztályokat? Ez az a téma, amiről reggelig tudnék beszélni természetesen. Örömmel látom, hogy egyre több fiatal sportol, és nem csak üldögél a számítógép előtt, vagy kószál, lődörög az utcán. Tehát ezt a létszámból, a szakosztályok létszám növekedéséből lehet tapasztalni. És az eredmények magukért beszélnek, hiszen akár a televízióban, akár a karcagi hírmondóban hétről hétre tájékoztatást kaphatunk az elért eredményekről, és ezek bizony országos szintű eredmények. És ez mindenképpen megbecsülendő, hiszen egy közepes város teljesítményében ez nagyon-nagyon komoly súllyal szerepel. Örülök ennek, hiszen ez úgy gondolom, hogy az egészséges életmódhoz mindenképpen hozzátartozik, ez egy pompás szabadidő töltés, és ha valaki úgy gondolja, hogy egészségesen szeretne hosszú életet megélni, az mindenképpen sportolni kell, és ez mindenkinek jusson eszébe már 8-10 éves korában, és ne 30-40 éves korában, akkor lehet, hogy behozhatatlan hátrányokat kellene pótolni. Néhány nap múlva itt a karácsony, itt az évvége.
hogyan látja a jövő évet, mik a legfontosabb feladatok évelején, ugye januárban kezdődik a 2017-es esztendő, elkezdődik a munka önkormányzati szinten is, milyen nyomvonalon fog haladni a város, hogyan látja? Hát ahogy a 2016-os év elkezdődött, ugyanúgy fog kezdődni a 2017-es év egy olyan költségvetés megalkotásával, ami mindenre lehetőséget biztosít. Tehát ez az alapja mindennek tulajdonképpen. És ahogy említettem, reményeink szerint valóban a döntéshozók az eredményeket közlik velünk, és a pályázatainknak a megvalósítása elkezdődhet. Na most ez is egy kicsikét furcsa, mert nyilvánvalóan, hogyha megkapjuk azt a döntést, hogy sikerült egy pályázat, akkor még rögtön nem a kivitelezés kezdődik, tehát ez egy nagy-nagy türelemjáték, hanem ott még elég sok mindent kell, mondjuk a közbeszerzést le kell folytatni, és sok minden egyéb mást is, még akkor is, hogyha az elképzelések megvannak, olyan tervek megvannak, ami még csak a kis papíron, kis kockás papíron szerepel, hát nyilvánvalóan a legkomolyabb a kivételi engedélyes terv. Tehát ezek a folyamatok bizony hónapokat is igénybe vehetnek, ezért nem lehet tudni soha azt, hogy mikor kezdődik a kivitelezés. Ha minden rendben van, akkor, de reményeink szerint azért jó néhány olyan dolog beindul, ami a szívünk csücske itt a városban. Ha már az előbb említettem az ünnepeket, akkor ugye a karácsonyi hangulathoz az illatokon kívül a látvány is hozzátartozik. Nagyon szép a város, ezt köszönjük szépen polgármester úrnak is, az önkormányzatnak is, illetve azoknak is, akik mindenhez segítséget ajánlottak fel. Ugye lehetett róla értesülni, hogy cégek, magánszemélyek is hozzájárultak ahhoz, hogy díszkivilágítás legyen középületeken, és most akik esténként sétálnak a városban, látják, hogy a Széchenyi sugárút egy része is már ki van világítva. Polgármester úr elárulta, hogy lesz még fejlesztés e tekintetben is. Mit lehet erről tudnunk? Hát örülök, hogyha örülnek az emberek, és én magam is úgy gondolom, hogy mindenképpen ebben a rövid nappalok és hosszú esték, éjszakákat szolgáló időszakban közelítve az ünnepekhez, azért a lelkünk is megfényesedik a szemünkön keresztül, tehát olyan hangulatot kell teremteni, ami egy békességet, lelki nyugalmat áraszt, és ezért próbálkozunk mindig egy picikét többet nyújtani ebből. Vannak elképzeléseink a jövőt illetően is, én örülök, hogy itt is tudunk előre lépni évről évre, és végtelenül hálás vagyok azoknak, akik magánemberként, cégvezetőként támogatták az elképzelésünket. Én úgy gondolom, hogy ez a karácsonyi hangulathoz hozzátartozik, hogyha bármerre a világon elmegy az ember, a nagyobb városokban ez egy megszokott dolog. Ilyen közepes kisebb városoknál talán még nem, de jó örömet adni. Mit kíván polgármester úr a jövő esztendőre, hogyha egy-két mondatban össze lehet foglalni? Hát én nagyon sok mindent kívánok, én ilyen szempontból telhetetlen vagyok. Én azt szeretném, hogyha a városban ugyanolyan békességben, nyugalomban élnének az emberek, mint ami a korábbi időszakot jellemezte. Hál' Istennek itt nem voltak olyan dolgok, ami a hétköznapokat megkeserítette volna. Azt kell mondjam, hogy jó a közbiztonságunk, megfelelően működnek a különböző szolgáltatások. Kívánok sok erőt, egészséget és békességet mindenkinek, kitartást a munkatársaimnak, minden dolgozónak, hogy az elképzeléseket, a közös elképzelésünket meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, én is kívánok áldott karácsonyt, és nagyon-nagyon boldog, szerencsés új esztendőt önnek is, és a kedves televízió nézőknek is. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi kedves televízió nézőnek a jövő heti viszontlátásra.